kísérletben azt vizsgáljuk meg, hogy a szervezetünkben hogyan bomlik le a fehérje, milyen enzim bontja le a fehérjét, és milyen hőmérsékleti viszonyok között működik. Először tehát a kémcsőbe fehérje oldatot öntök, körülbelül 10 köbcentit, ehhez használom ezt a kis mérőhengert, beleöntök 10 köbcenti oldatot, tojásfehérje oldatot használunk, beleöntöm a kémcsőbe, és utána enyhén melegíteni fogom. Az a célom, hogy kicsapodjon a fehérje, és így nagyobb felületen tudjon az enzim érintkezni a fehérjével, hogy gyors legyen a bontás. Természetesen ehhez 37 Celsius fokos vízfürdőt készítettünk, és ebben fogjuk majd az enzim működést vizsgálni. Tehát addig melegítem a fehérje oldatot, amíg fehér lepedék vagy csapadék keletkezik benne, ezzel növelem meg a felületét. Nem főtt tojást készítünk, hanem csak kicsit kicsapjuk a hő hatására a fehérjét. Lassabban mozgatom, hogy jobban lehessen látni majd a változást. Amikor ez bekövetkezik, akkor ketté osztom két kémcsőbe a fehérje oldatot. Kicsit melegíteni kell. Közben megnézzük, hogy ha opálos az oldat, akkor már jó. Még mindig kell egy kicsit melegíteni. Az opálos oldat az azt jelenti, hogy már megkezdődik a fehérje kicsapása és kicsapódása, és itt már jól lehet látni, hogy a fehérje kicsapódott. Ennél tovább nem melegítjük, és most két megszámozott kémcsőbe osztjuk szét, ugye az egyes és a kettes kémcső. Körülbelül azonos mennyiséget próbálok mind a két kémcsőbe önteni. Itt most nem lényeges, hogy egészen pontosan ugyanannyi térfogatú legyen az oldatunk. És most egy olyan szintén gyógyszertárban kapható emésztő enzim oldatot használok, aminek Betacid a neve, és pepsin enzimet tartalmaz savas közegben. Ugye az egyik kémcsőbe olyan betacid oldatot öntök, amelyet szintén egy kicsit megmelegítek, és a másikba pedig élő oldatot használok. Körülbelül 2 köbcenti oldatot kell itt is használnunk. Beleöntöm a kémcsőbe, és melegítem. Mindig ügyeljünk arra, hogyha nem használjuk a lángot, akkor azonnal le kell fedni. Most azt vizsgáljuk, hogy az enzim a melegítés hatására gyorsabban vagy lassabban bont, vagy egyáltalán nem tud fehérjét bontani. Ugye a fehérje bontás során kisebb peptidek, polipeptidek és ugye végül majd aminosavak keletkeznek, de ugye most nekünk az a lényeges, hogy lássuk, hogy van-e különbség a két enzim oldat között. Először még csak ide helyezem, utána ugyancsak kimérek ugyanennyi enzim oldatot, mint amennyit az előzőnél tettem. Ezt beleteszem a második kémcsőbe, és most mind a két kémcsővel beletesszük ugye a vízfürdőbe.
És akkor azt várjuk, hogy lesz-e különbség, most már ugye a hőmérőt is kiemeljük belőle, lesz-e különbség a két kémcsőben lévő oldat között. Egy kicsit kiemeljük, és megnézzük, hogy már látszik különbség. Ugye? Mutatom, hogy ez volt az egyes, amiben a forralt enzim van, és ez a kettes, amiben az élő. Tehát az egyes kémcsőben még mindig opálos az oldat, tehát kicsapódott a fehérje, és nem bomlik fel, míg a kettes kémcsőben már megindult a fehérje bontása. Most kiemeljük a két kémcsövet. Ugye, ha emlékszünk rá, akkor az egyes kémcsőbe a forralt enzim oldatot tettem, a második kémcsőbe pedig az élő enzim oldatot tettem, és ugye látjuk, hogy a második kémcsőben bekövetkezett a bontás, míg az első kémcsőben változatlanul maradt a fehérje.